A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány és a Területfejlesztési Operatív Program sikeres pályázatai mellett két belügyminisztériumi pályázat is segítette a komfortnövelő beruházások megvalósítását Bikácson. Út- és járdafelújítások zajlottak, játszótér készült, megújult a könyvtár és a buszmegálló, átépítették a ravatalozót, korszerűsödött a csapadékvízelvezető rendszer, és kívülbelül megszépült a községháza. Összességében majdnem 200 millió forint az elmúlt 8 esztendőben. A elnyert pályázati pénzek összege, nagyon kevés saját erőt kellett hozzátenni, mert általában mindegyik 85%-os, 50%-os támogatottságú is volt ebben. Ugyancsak pályázati támogatásból, készülve az atomerőmű bővítés okán jelentkező lehetőségekre, új piac is várja már az árusokat a településen. Sikerült az elmúlt esztendőkben egy piacteret kialakítani. Annak az alapszándéka az az volt, hogy előbb-utóbb, amikor itt majd megkezdődik a paksi atomerőműnek a beruházása, akkor még valószínűleg sikerül majd rávenni embereket, hogy termeljenek zöldséget, gyümölcsöt, és ha igaz, nem vagyunk olyan nagyon messze, hogy itt értékesíteni tudják, tehát addigra már egy kész bázis áll a rendelkezésükre. Egy sikeres topos pályázat segítségével hamarosan egy újabb nagy beruházás kivitelezése indulhat el Bikácson, a községháza melletti faluház korszerűsítése, tájékoztatott Varga János. A polgármester azt is elmondta, hogy reményei szerint a szennyvízhálózat kiépítése is elkezdődhet a közeljövőben. Itt a szomszéd településekkel karöltve fogjuk megvalósítani a szennyvízelvezetést, és nagy az előrehaladás, mert már a Fejlesztési Minisztériumban van, hogy kerüljünk be az agglomerációba, ami annyit jelent, hogy akkor a megvalósítás a lakosságot nem terheli, hanem a központi büdzséből meg tudjuk ezt valósítani. Ha az évek óta zajló faluszépítés mellett ez az infrastruktúrális fejlesztés is megvalósul, akkor jelentősen megnő majd a település népesség megtartó ereje. Ebben segíthet a kormányzat által 2018-ra meghirdetett Modern Falvak program, melynek célja a kistelepülések önállóságának megtartása, a kistelepülések fejlesztése, megerősítése, tájékoztatott Varga János polgármester.